Tokaj hegyalja és Bordó, két évszázados múltra visszatekintő híres borvidék, emblematikus települései franciaországi Sauternes és a magyarországi Tolcsva. A szirmai Waldbott kastély adott otthont annak az ünnepségnek, ahol a két hasonló adottságokkal rendelkező település polgármestere aláírta az együttműködésükről szóló megállapodást. Mindez egy régi álom megvalósulása volt, mondta Csoma Ernő polgármester. Egy idő után a település polgárai és vezetése úgy gondolták, hogy most már ki kellene tekintenünk a világba, és két másik testvértelepülés után kellene keresni a világba egy másikat is, egy harmadikat. Erre nagyon jó alkalom volt Kovács Béla bácsinak a javaslata, ő településünk díszpolgára. 103 évesen az volt az egyik kívánsága, hogy a szülőfalujának legyen már egy francia testvértelepülése. Elkezdtünk keresni, és a végén találtunk egy francia települést, akinek hasonló problémái, hasonló örömei van, mint nekünk. Ahogy Csoma Ernő úrral beszélgettünk a látogatásunk során, az együttműködésünket elsősorban természetesen a szőlészetben és a borászatban látjuk, de nagyon sokat beszélgettünk a közös jövőről is. Az egyetemi kapcsolatok kiépítéséről, a diákcsere programokról, illetve minden lehetséges egyéb kapcsolatot is szeretnénk ápolni a településsel. A két régió közötti együttműködést a tokaji borvidék tekintetében is fontosnak tartották a szakemberek, hiszen a baráti kapcsolat mellett elsősorban a borászatot érintő oktatási, kutatásfejlesztési elképzelések is új irányt vehetnek, hangzott el az esemény kapcsán. Sauternes és Tokaj-hegyalja nem véletlenül írta be magát a világ bortörténelmébe évszázadok óta. Azon a speciális piacon, ahol ugye a természetes édesborainkkal dolgozunk, én azt gondolom ez a két legkiemelkedőbb brand mára, eredetvédett bor a világon, megkerülhetetlen mindkettő. Ugye mi történelmünk kicsit más volt az a rendszerváltozás megelőzően, mint az övék, tehát ők töretlenül tudtak fejlődni. Hál' Istennek az utóbbi 30 év munkájával én azt gondolom, hogy Tokaj-hegyalja újra visszakerült a világ bortérképére, viszont azt is mondom, hogy messze nincs itt a prosperitás, és messze nincs itt még a jólét a Kánaán. Tehát rengeteg dolgunk van. Ebben a Sauternes és Tolcsva által kötött együttműködés egy nagyon nagy lehetőséget jelent az egész borvidék számára. Két hagyományos történelmi borvidéknek az összekapcsolása, és természetesen két település is kötött szerződést, mint Sauternes és Tolcsva. Ez azt jelenti, hogy kinyílt a világ Tolcsva számára, és Sauternes is ugye a magyarországi borvidékek közül nem véletlenül, hogy Tokaj-hegyalján Tolcsát választotta. A franciaországi delegáció magyarországi látogatása során megismerkedett Tokaj-hegyalja nevezetességeivel, épített és természeti örökségével. A testvértelepülési kapcsolat kialakításában Franciaország-magyarországi nagykövetsége kiemelt segítséget nyújtott.